Hello, sziasztok, Laci vagyok, és a Mozaik Online. Nézzétek, eljöttünk az Óza hatalmasnak a bemutatójára, és itt áll mellettem a hatalmas, a vastag Tomi. Hát ez mekkora szó viccolt. Szóval hogy állsz ezekkel az animációs rajzfilmekkel, vagy egyáltalán mi az a rajzfilm, ami mondjuk közelebb áll hozzád, ami animációs, vagy amiben szereplők vannak? Alapvetően nagyon szeretünk moziba járni, és ezt havonta többször is megtesszük, amikor éppen van olyan film, ami nagyon érdekel. És ez a film egyébként pont érdekelt, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetünk ma. A legfőképp azokat az animációs filmeket szeretem, amikben nincsen egyébként emberi szereplő. Ilyenkor mindig nagyon érdekes jön ki a kettősséget ott, hogy van egy élő szereplő, meg egy animáció, míg ha csak egy animációs filmet nézel, akkor csak az animációval tudsz azonosulni. De melyiket részesíted előnyben? Tehát melyik a jobb szerinted? Vagy mondjuk, ha lesz majd egy gyermeked, akkor melyiket vetítenéd inkább neki? Én csak az animációsokat szeretem, hogyha csak animáció van, de remélem ez a mai film rá fog cáfolni, hogy nincs igazam. És akkor fordítsuk meg a kérdést, mi az a típusú mozifilm, amit mondjuk nem szeretsz, vagy mi az a műfaj? A horrort nagyon nem szeretem. Miért? Nem is értem. Félsz? Igazából csak fogalmazunk úgy, hogy ha félnék, akkor is minek nézek olyan filmet, ami félelmet kelt bennem. Amúgy is alapvetően az életben van elég félelem, ami ér minket minden nap, úgyhogy minek. Na és akkor végezetül elhallgatott a dal, hogyan tovább most? Na, nem hallgatott el, hiszen a Alex megy tovább a kinti Euróvízióra, úgyhogy nagyon szurkolunk neki. Minden rendben van. Folytatjuk, csináljuk a dolgunkat. Nagyon örülök neki, hogy részese lettem egy ilyen műsornak, amiben új magyar dalokkal frissíthetjük a zenei vénát és ismertethetjük meg a kedves közönséget. Megyünk tovább, van most rengeteg színházam. Holnaptól egy hétre Dunaújvárosba költözöm, utána megyek vissza Sopronba, aztán Békés Csabára. Tehát rengeteg munkám van és rengeteg fellépésem, úgyhogy nagyon boldog ember vagyok. Tomi, köszönjük szépen, kitartást, jó szórakozást a filmhez, sziasztok! Szépen.